Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk beszélgetés sorozatunkban azoknak az egykori kiváló sportolóknak, sportvezetőknek a megszólítását, akik nagyon sokat tettek azért, hogy Székesfehérvár a sportvárosa is lehessen. Ezúttal Tölgyesi Előd, az ARAK elnökségi tagja, az akadémia vezetőedzője, egykori kiváló atléta vendégem. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Jó estét kívánok, szervusz! Fontos ez a beszélgetés sorozat mégpedig azért, mert hogy nem a múltban révedezünk, hanem sokkal inkább próbálunk rávilágítani arra, hogy egy-egy korosztály milyen sokat tett azért, hogy az adott sportág szilárd alapokat kapjon itt Fehérváron is. És azt hiszem, hogy ebben az Albarégi Atlétikai Klub nagyon sokat tett, és ti személyesen is. Ugye akár a családi tradíciók okán is kérdezhetném ezt, hiszen nagyon fontos szerepet játszottak a tölgyesiek abban, hogy tényleg atlétikai centrum lehessen Székesfehérvár. Igen, nyilván, hogy a 80-as években, amikor én elkezdtem a sportot, akkor még jóval kevesebb sportág közül lehetett választani, és hát az atlétika, mint alapsportág szerintem nem volt kérdés, hogy a 70-es években született fiatalok, mint én is, találkoznak az iskolába különböző szinten és különböző mélységekben. Ez nyilván nálam is így volt. Követtem a bátyám példáját, aki elkezdte az atlétikát, és nyilván, hogy a legegyszerűbb mindig minden szempontból, hogyha a kicsi követi egy darabig a nagyobb testvért, ez nálunk is így volt. És aztán felső tagozatban, az általános iskolában már egy kicsit kezdett úgy jobban kibontakozni, körvonalazódni, és akkor a sporttagozatos iskolába is kerültem én személy szerint, akkor még Münich általános iskolába, ugye a mai Tóváros Előd intézményébe, és én ott nagyon jól éreztem magam 5-től 8-ig, és igazából ott az a osztály, az a sportosztály, az a közösség a mai napig nekem egy olyan alap és olyan barátokat adott abból az osztályból, amit a mai napig ápolunk, mint kapcsolatok. Aztán nyilván, hogy felső tagozatban, után már a középiskolában, a tanulás mellett, azért gimnázium mellett nyilván, hogy nehezebb volt, de aki akarja, szerintem akkor is, és ma is össze tudja hangolni. Nyilván én ezt megtapasztaltam egykori futballistaként, már mint a 70-es évek közepén, hogy a Vasvári Testnevelési Tagozatos középiskolás osztályomból, a Boksai Zsuzsa például még ugye atlétaként indult, gátfutóként és gerelyhajítóként, de az összes többiek is folyamatosan Sóstón éltek. Mert hogy ne feledjük, hogy ahhoz, hogy az atlétika így fejlődhessen, akkor kellett még a salakos pálya Sóston, mert más nem volt, utána viszont rohamosan fejlődésnek indult, az eredményeknek is köszönhetően. Neked mikor derült ki, hogy egyrészt tehetséges vagy, másrészt pedig ez szorgalommal karöltve eredményekkel is jár? Nyilván, hogy amikor élsport úgymond elkezdődik, és nálunk is elkezdődött 14 éves kortól, és az ember elkezd versenyekre járni, addig a barátok, a szülők, a pedagógusok, az edzők személye miatt csinálja ezt nagyon sok fiatal, de ahogy szoktuk mondani, a tehetség utat tör magának, és jönnek a sikerek, aztán a sikerek a további motivációt adják, a motivációt a következő edzésekhez, a következő versenyzésekhez. Ez nálam is így volt, hogy serdülőként akkor volt először válogatottságra lehetőség, és a 90-es évek elején akkor volt a délszláv válság, és aztán mentünk volna akkor a Jugoszlávia helyett már Horvátország, Szlovénia felbomlása miatt oda válogatott fiadalra, ami aztán elmaradt. Ez nekem azóta is egy nagy hiányérzetem, hogy az első válogatottságom az meghiúsult, pedig egy héttel előtte még úgy volt, hogy megyünk. A válogatón jól szerepeltem, válogatott lehettem volna. Mi jelentette az áttörést? Kik voltak azok a mestereid, akikre szívesen emlékezel vissza, akik egy-egy lépcsőfokot jelentettek a pályafutásodban? Én amikor elkezdtem, akkor a Pokrovenszky család, akár Kati néni, akár Laci bácsi, a mai napig a tőlük kapott
emberi, pedagógiai és szakmai jó kívánságokat és útmutatókat azt nem lehet elfelejteni. Később Sió Attila is segítette a középiskolába a pályafutásomat, és tényleg ő is, mint testnevelő tanár, mint családapa, mint volt sportoló, versenybíró, sokat hozzátett, nem csak a pályafutásomhoz, hanem a személyiségemhez is. És nyilván, hogy amit fiatalon az ember az edzőitől tapasztal, előbb-utóbb ez olyan nyomot hagy benne, hogy ezt az utat szívesen csinálná-e ő is. Szeretné-e őket utánozni, azokat az idősebbeket, azokat a mestereket, akiktől ő tanult, akik mellett ő felnőtt. A szakág választás az mindig kulcskérdés egy fiatal életében, hiszen az atlétika sok színű. Nálad ez hogy történt? Nagyon sokáig meg voltam egy kicsit úgy bélyegezve, persze mondom ezt most már idősebb fejjel, akkor ennek nem éreztem semmi, se előnyét, se hátrányát, hogy jó, a bátyád jó futó, akkor te is jó futó leszel. De aztán én valahogy a futások mellett én mind a közösség miatt, mind pedig valamiért nekem olyan ambícióim voltak, hogy ott egy létsz, akkor ugorjam át, és én folyamatosan az ugrások felé nyitottam, és valahogy a sikerek is abba jöttek. Aztán később ez kiegészült a 10 próbával és több versenyszámmal, de vagy azért, mert mindenki azt az utat jósolta nekem, hogy a bátyád nyomdokain könnyű előrelépni, és én ebből szerettem volna kitörni, vagy azért, mert tényleg ebbe jobb adottságaim vannak, lettek. Soha nem fog kiderülni, mi lett volna, ha nem próbálkozom. Igen, és hát nem... a bajnoki címeid önmagukért beszélnek, hiszen a hármasugrás, távolugrás, magasugrásban egyaránt. Azért ez különleges, a mai atlétikában elképzelhetetlen mondjuk azt, hogy valaki olyan szintű magasugró, hogy magyar bajnokságot is tud nyerni, ugyanakkor a távol és hármasugrásban is jeleskedik. Felnőtt szinten nagyon minimális, akik tényleg így készülnek és így versenyeznek ezeknek a száma. Fiataloknál viszont pont az útkeresés és a későbbi legjobb eredmény és legsikeresebb sportág, illetve szakág, később versenyszám kiválasztása apropóján azért az a jó, hogyha is az a szerencsés, ha kipróbálhatja a gyerek magát mindenbe. Az, hogy ez ilyen sikereket is hozhat, az nyilván nem mindennapi. Ezt a fajta tudást nyilván hasznosítod az akadémián most. Abszolút. Is. Abszolút. Mikor jött el az a pillanat, amikor úgy gondoltad, hogy a továbblépés zálogát keresed, tehát a döntés felelőssége? Egy idő után bármilyen sikeres egy atléta, nyilván kell gondolni a jövőjére is. Szokták mondani, hogy az egyetemen az ember nem csak tanul, nem csak pályát választ, hanem felnőtté is válik, kialakul a világszemlélete, és nyilván ahhoz, hogy ezeket az információkat valaki ne csak magáénak tudja, hanem feldolgozza, ehhez tényleg a felnőtté válásnak ez a 19-24 éves kor közötti nagyon fontos időszaka, ez nálam is így volt, hiszen még korábban egy relatív kis városba itt ismertük egymás sportolókat, a mai napig nem csak atlétákat, addig bekerülve egy országos vérkeringésbe, egy egyetemre, ahol idősebbek már világbajnokságra, olimpiára készülők, ott nyilván, hogy a személyes kapcsolatokán kialakul az, hogy az ember el tudja helyezni magát ezen. Az egyetemi évek kulcspillanatok. Igen. Minden ember életében. Mi az, amit mindenképpen tovább hoztál abból? Hiszen egyik oldalról ott van a közösség, másik oldalról a felelősség, a személyes felelősség nyilván, hiszen azért tanulni is kell. Harmadrészt pedig nyilván egy egyetemi sportolónak a maga sporteredményeire is oda kell figyelnie. Így van, ezt a hármat próbáltam én nagyon sokáig úgy összegyúrni, hogy ez a mindennapok sikereit és motiváltságát megadja, és bizony előbb-utóbb szembesülni kellett azzal, hogy én nemzetközi szintre elérhetek, és nemzetközileg jegyzett versenyző lehetek, vagy sem.
És nyilván, hogy amikor én 19 éves voltam, és egy hazai rendezés, Európa-bajnokság volt az álom, hogy oda kijussak, és pont akkor történt rudugrás közben egy olyan baleset, hogy én a szivacs mellé estem, és a mentő vitt el, és akkor pár hónap alatt nem tudtam már visszatérni. Szerencsére maradandó komolyabb bajom nem maradt, viszont az egy törést is okozott, hogy az első olyan nemzetközi áttörés elmaradt, ami a válogatottságnál korábban megvolt, de Európa-bajnoki résztvevőnek nem mondhattam magam. És akkor ezt a hiányérzetet próbáltam én az egyetemi tanulmányokkal kiegészítve már átadni itt Fehérváron edzőként a fiatalok felé. Tehát kialakult egy olyan jövőképed, ami máig elkísér. Igen. De nyilván ezt az első időszakban fájdalom kísérte, tehát szorongás, hogy mi lesz, hiszen azért a pályafutásod előtte, ha nem is meredeken, de egyenletesen ívelt felfelé. Voltak nehéz pillanataid? Ezt a úgymond balesetet leszámítva, tényleg a sportpályán azért én valahogy már középiskolába tudtam, hogy én a TF-re szeretnék menni. Tehát tudatos voltál. Igen, és én pont ezért nem gondolom, és most se visszagondolva érzem úgy, hogy lett volna bizonytalan az, hogy én szeretnék edzősködni, vagy nem. Az, hogy jó edző leszek-e, vagy nem, az pedig tényleg itt a közeg és a akkori segítők, a mai napig tényleg mondjuk mentornak is hívhatom Hírt Károly elnök urat, akinek a szakmai hozzáértése és jó tanácsai azok a nehezebb pillanatokon átsegítettek, és tudott olyan jövőképet elém vetíteni, ami azt mondta és mutatta, hogy igen, ezeket az ambíciókat érdemes folytatni a pályán. Tehát tudatosan. Ezt tartod ma is, hogy próbálsz jövőképet adni azoknak a fiataloknak, akik most a tanítványaid? Mert ugye ez kivételesen fontos. Igen, viszont nyilván, hogy a középiskolásokkal foglalkozva elsősorban a továbbtanulás, a sport és a személyiség fejlesztés jegyébe bontakozik ki az, hogy a jövőképbe kinek mennyire hogyan fér bele a sport, és nem kérdés, hogy a tanulás bele kell-e férjen. Tehát nyilván, hogy minden versenyzőknél figyelünk a tanulmányi eredményekre, a sport mellett is. Azért, mert mi a sport pályafutásáért vagyunk inkább felelősek, mint a tanulmányiért. Pontosan tudjuk, hogy pedagógusként nekünk felelősségünk van a személyiség fejlődésben, és pont ezért nincs mese, ha valaki valamit szeretne a mai világba elérni, akkor előbb-utóbb a tudatosság az megkerülhetetlen. Ki volt a példaképed edzőként, aki nagyon sokat adott már, mint először ugye ezt kérdeztem, csak akkor a versenyzőt kérdeztem. Most az edzőt kérdezem, aki egy olyan indítatással látott el, ami a mai napig elkísér. Gondolok itt elsősorban arra, hogy te is kicsikkel kezdtél el foglalkozni, ugye ez most is így van bizonyos értelemben, csak sokkal nagyobb léptékben, ha az akadémiát tekintjük. Igen, nekem a testnevelési egyetemen nem csak tanárom, hanem edzőm is volt Szkumálban András Bandi bácsi, akinek a családja legalább annyira, hanem jobban atlétikával fertőzött, mint a Tölgyesi család, és ő akkor már külföldön is megjárt, és híres edzőként olyan tapasztalatokat tudott átadni tudatosan, ha majd egyszer lesz egy csoportod, erre figyelj. Ha majd lányokkal foglalkozol, próbálj erre figyelni. Ha lesz egy nemzetközi klasszisod, akkor próbáld így terelgetni. Már akkor, amikor én még a tanítványa voltam, olyan edzői intelmeket adott, és jó tanácsokat, amik különben a mai napig rendszeresen eszembe jut, és hálával is tartozom éppen ezért neki. És mi is köszönjük neki egyébként így ebben a formában. Ugye Sóstóról beszéltünk, ugye megújult a Sóstói Atlétikai Stadion, én azt gondoltam, hogy ott majd örökre otthonra talál az Arak.
Aztán mégse így történt, de egy kicsit még maradjunk Soston, hiszen ott kezdődött az edzői pályafutásod is, és azt hiszem, hogy az egy fontos pillanat volt. Ugye a kicsikkel kezdted, és folyamatosan fejlődtél, és fejlődtek ők is. Nyilvánvaló, hogy volt egy nagyon komoly jövőképed. Igen, és az a szerencsés helyzet volt, hogy a 2000-es évek legelején, amikor még csak álmodoztunk arról, hogy a sikerhez vezető úton milyen feltételek kellenek teljesüljenek, nyilván, hogy anyagi, személyi, infrastruktúrális, akkor az infrastruktúrában a 2007-es a Sóstói stadionban még a hátsó füves pályák helyén megépített atlétika pályára. Mi is azt hittük, hogy az évtizedekig szolgálja majd nem csak az Arakot, hanem az atlétikát. Még országos bajnokságot is rendeztünk. És ott, mennyire ugye örültünk neki? Hát tényleg megünnepeltük nem egyszer, és tényleg azt hittük, hogy az lesz az a hely, ahol mi évtizedekig a sikereket összekovácsolhatjuk, napi szinten is, versenyszinten is. De aztán az élet adott egy olyan ajándékot, hogy ide költözhettünk a Bregyóba, önálló saját otthonba, nemzetközi szintű létesítménybe, ahol nyilván, hogy azok akkor mi vízióként megálmodott az Egyesület jövőképébe illő utánpótlásfejlesztés, versenyzők képzése, felkészítése és versenyzése is beletartozott, ami aztán tényleg abba a korosztályba, aki 98 és 2000, most azt mondom 2004 között születtek és beleestek, és most középiskola, illetve egyetemi tanulmányokat folytatnak, ez egy az elmúlt 6-8 évnek ez egy nagy sikersztória. Sikersztori az is, hogy rengeteg serdülő és ifi válogatott atléta került ki a kezed alól. Ez megerősítést jelent nyilvánvaló. Nagyon jó visszajelzés, de bármilyen furcsa most megkérdezni, hogy számszerűen hány válogatott versenyzőn volt, nem tudom megmondani. Én ezt próbáltam megszámolni, de abba hagytam. Az a lényeg, én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy itt aztán most végleges otthonra talált a Bregyó közben az Arak, és ráadásul az akadémia megszületésével pedig egy új lépcsőfok indult el. Mit jelent számodra az akadémia? Miért fontosak? Tudjuk, hogy Magyarországon most már, hála Istennek teszem hozzá, jószerivel valamennyi fontos sportágban, akadémiai rendszerben tanulhatnak a fiatalok. Igen, az atlétika nem csak alapsportág, hanem olyan fekete-fehér mérhető teljesítményekkel rendelkezik, ami a versenyzésnél nem kérdőjel. Nyilván, hogy nem csak ezek mentén adnak érmet, nem csak ezek mentén születnek helyezések, hanem a felkészülésben az, hogy ki mennyire gyors, ki mennyire robbanékony, ezek mérhetőek. Mérhetőek más sportágban is, mivel az atlétika nyilván az alapja. Most a más közeget, a jeget és a vizet azt egy kicsit nyilván, hogy nem tudjuk ide sorolni, de ami úgymond szárazföldi terem vagy szabadtéri sportág, ott az atlétika, mint alapsport mérhető. A mérhető dolgok azok nem csak az egyéneknek a képességei visszajelzésére, hanem a felkészítés, a képzés monitorozására ugyanolyan alkalmas és szükséges mérési eszközök. Mi ezeket kezdtük el bevezetni, hogy a felkészülés minél professzionálisabb, minél inkább tudományosabb, és ezért mondják, hogy minél inkább akadémikus legyen, de bármennyire is segítik az instrumentumok, az orvosi eszközök, a számítógépek, a különböző szoftverek, és most már tényleg a 21. századi technikai eszközök a felkészülést. A legfontosabb mellett én úgy gondolom nem mehetünk el, amire pedig az Arak aktív versenysorozat a legjobb példa, és fémjelzi a elképzelésünket és a törekvésünket, hogy megtaláljuk azokat a tehetséges fiúkat, lányokat, fiatalokat, akikből tényleg jó versenyző, atléta lehet. Mérhetünk mi gyorsaságot, ugrást, dobást, ki mennyire robbanékony, dinamikát,
mögé tehetünk tényleg személyiségjegyeket mérő motivációs tényezőket, faktorokat, pszichés oldalról is megközelíthetjük, de úgy gondolom, hogy azok a versenyzők, akik tehetségesek, ott ezeket azért mérjük, hogy lássuk, hogy mi kell a sikerhez. Akik sajnos kevésbé tehetségesek, ott ezeket nagyon nagy hangyaszorgalommal, munkával kell építőkövenként fölépíteni. Így van, mindkettő fontos, de az a legjobb, ha a tehetség és a szorgalom kézenfogva. Párosul, így van. Így van. És hogy ez mennyire igaz, ugye az első prémadíj átadáson ott voltam magam is, Sipos József áldott emlékű igazgatónk is akkor kapta, és én arra figyeltem fel, hogy azóta sem volt ilyen, hogy a közönség szavazatok alapján jóval több mint 20 000 szavazatot kapott az ARAK. Tehát ez is jelzi egyébként azt, hogy milyen népszerű ez a sportág egyik oldalról, és mennyire elismerik a köznapi emberek is. Mert nyilvánvaló, hogy a szavazók között volt jó néhány olyan atléta, anyuka, apuka, nagymama, nagypapa, szomszéd, tesó, mindenki, de azért ez nagyon-nagyon fontos. Ugyanakkor azzal, hogy ez egyébként kihívás is, hogy egy ilyen modern centrum lett a tiétek teljes egészében, az felelősséget is jelent. Gondolok itt elsősorban arra, hogy ugye itt van például nekünk a Gyulai Memoriál. Most épül az atlétikai világbajnokságra a pálya, tehát gyaníthatóan majd elkerül innét, de az viszont egy olyan áttörés volt, ami Székesfehérvár sport életében nem hasonlítható össze semmivel. Hát ha belegondolunk abba, hogy régen már összetettük azért a két kezünket, 2007-re gondolok, hogy mi országos bajnokságot rendezzünk, ami az első atlétikai országos bajnokság volt az én emlékeim szerint Székesfehérváron, és már ezt tényleg szenzációként éltük meg, akkor ugyanebbe a városba nem több, mint 6 évvel később, nem idézőjelbe csak megismételtük ezt a bravúrt, hanem egy olyan, én nyugodtan mondhatom, hogy fővárosa lett az atlétikának, magyar fővárosa, Székesfehérvár, és akkor ez a központ, ami fölkerült a világ atlétikájának a térképére. Nyilván, hogy ez nem az ARAK nevéhez kötődik elsősorban, de az, hogy ez a létesítmény megépülhetett, és az ARAK-nak az otthonán túl ilyen tényleg világ eseménynek is helyszínéül szolgálhat, az példaértékű, erre mi is büszkék vagyunk, és nyilván, hogy az elmúlt 7 év itteni sikerei, amik nemzetközi szintű atlétika sikerek, gondolok itt még Bai Balázs országos csúcsára is, ami a mai napig ugye fennáll, itt futotta a Gyulai Memoriálon Fehérváron, gondolok arra, hogy Bársin világcsúcsra ugrott itt magasugrásban, és majdnem átugrotta a 245 cm-t, tehát ezek mind olyan sporttörténeti pillanatok, amik nem csak a magyar atléták és a magyar atlétika számára meghatározóak. Így van, minden másodpercét meg kell becsülnünk így utólag is. Akkoriban azt gondoltuk, hogy ez így tart örökké, de nem baj, mert hogy ott voltunk és emlékezünk rá, és a felvételek bizonyítják, hogy ez milyen csoda volt. Egy kicsit beszéljünk még a mai korosztályról. Vannak-e olyan kiemelkedő tehetségek, akik mondjuk Mátós Árához hasonlóan a közeljövőben eljuthatnak válogatott szintig? Igen, válogatott szintű versenyzőink szerencsére mindig is voltak, vannak, és azért dolgozunk, hogy legyenek is. Tudni kell, hogy aki sporttal foglalkozik, ki van téve mindig a egyéni sportba, pláne az egyénnek, az individuumnak, és pont az egyéni képességeknek, tehetségeknek, nem csak a képzés önmagába garantálja a sikert. Úgyhogy szerencsére most is van nem egy olyan versenyző, aki U20-as világbajnokságra készül, Mohai Regi, Blauma Marci, akik már szerencsére többszörös országos bajnokok és válogatottak, de
nem csak mint legjobb magyarként lehetünk rájuk büszkék, hanem tényleg Európa bajnokságon, illetve világbajnokságra készülve már az Arak és a Fehérvár hírnevét öregbíthetik nemzetközi szinten is, és U18-as korosztályba is bontakoznak ki olyan fiatalok. Elsősorban sprint és ugró számokban, ami profilunkba leginkább beleillik és összepasszol, akikre én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő 3-5 éven belül ugyanúgy büszkék lehetünk, mint az elmúlt év siker szereplőire. Ráadásul egy remek edzői tím dolgozik az irányításoddal, én azt gondolom, hogy akkor van egy nagyon komoly jövőképünk is. Mint ahogy van jelened is, mármint egy kicsit beszéljünk a családról, hiszen sportcsalád vagytok, úgyhogy a lelked jobbik fele Vérincsik Anasztázia Anasz, a fantasztikus kézilabdázó volt, jelenleg ő is edző. Miről folyik a diskurzus otthon? Atlétika és kézilabda vegyesen? Én próbálom elkerülni, hogy ne így legyen, de tényleg vérbeli sportcsaládként elkerülhetetlen sokszor, hogy az ember megoszta valakivel, ha nem is a közvetlen szakmai dolgokat, hogy miért történt ez, miért úgy történt, ahogy történt, a sikerek vagy néha a kudarcok mögött mi van, hanem azt, hogy az ember, az edző is ember, és pont az emberi oldalát ezt hogyan tudja úgy továbbvinni és erősíteni, hogy az a későbbiekben megmaradjon motiváltságban, megmaradjon sikerességben, hogy a fiatalok vagy éppen a tanítványok ne érezzenek semmit meg abból, hogy az edző is ember, és ő is el tud sokszor fáradni. Különben a családnak ez a kisebbik kihívása, a nagyobbik kihívása a gyermek, az Éno, aki szerencsére most az atlétika pályán pallérozódik a kollégám kezei között, és már kezdi végigjárni a ranglétrát, de mellette neki is tanulni kell, és amikor egymás után tartjuk mi az edzéseket, akkor a délután az úgy néz ki, hogy félig a nasszal van az Éno, az este későbbik felébe pedig velem, és igazából az a családi idill, ami nem tudom, hogy egyáltalán a mai nap hétköznapokban még családokban megvan-e, az sajnos nálunk is ritkán adatik meg. De ez az idill, ahogy én jól értem, tehát kerek a világ? Egyensúlyban van a világ, és ennek az egyensúlynak a megtartására törekszünk is, figyelünk is rá, de nagyon nehéz fönntartani ezt az egészséges egyensúlyt. Ehhez jók az ünnepnapok, ehhez jók a szabadságok, és tényleg jó az, hogy egy évben van legalább egyszer karácsony. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindnyájatoknak további sok sikert kívánok, és köszönjük az atléta barátok, és minden sportbarát nevében, hogy megtiszteltek. Köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Tölgyesi Előd volt, az Arak Akadémia vezetőedzője, egykori kiváló atléta. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.